Kellemes meglepetést szerzett a szurkolóknak az Alba-Fehérvár szombathelyi győzelmével, amihez persze az kellett, hogy az előző, Pakstól elszenvedett vereség után sokkal keményebben, határozottabban játszon a csapat. Az energia nagyon rendben volt, szerintem a Falkot kicsit meg is tette, hogy nagyon magas szinten tudtunk játszani, tényleg végigpörögtünk, ahhoz képest, hogy 91 pontot kaptunk, szerintem a védekezés azért úgy rendben volt, tényleg agresszívak voltunk, a Falkó kucsembereit szerintem jól ki tudtuk venni a játékból, nyilván ez kellett, hogy a Falkó nagyon rosszul dobott hazépályán, de nyilván azért ez hozzájárult, hogy mi is úgy védekeztünk, hogy azért így dobjanak, úgyhogy nagyon örültünk a győzelemnek, nagyon fontos volt. Szerdán a Debrecen érkezik Fehérvárra egy kimondottan bajnoki döntőbe igyekvő csapat, amely ősszel 15 ponttal verte az Albát. Igaz, akkor Vojvoda és Stark sem játszott. Könnyű meccsre semmiképp nem számíthatunk, pláne, hogy itthon többször botlott már a Fehérvár. Hazai pályán nem szabad többet botlanunk, ugye nem értem, hogyan idegenben valahogy jobban játszunk, mint hazai pályán, aminek az okát nem tudom. Úgyhogy ezt a szériát azért szeretnénk megfordítani, és tényleg most már nem adni több előnyt úgy itt a vendég csapatoknak, itt, hogy hazai pályán nem tudunk nyerni. Ha az energia meg lesz, akkor szerintem tudunk nyerni. Az Alba Debrecen meccs szerdán 18 órakor kezdődik. A fehérváriaknál ezúttal a sérüléssel bajlódó amerikai center Facuade játéka kérdéses, bemutatkozhat viszont a friss igazolás Shaid Davis.